Még 2023. decemberében jelentették be a Napenergia Plus programot, vagyis hogy az állam akár a költségek kétharmadával is támogatja egy hibrid napelemes rendszer telepítését. Ezt ugye azért hívják hibridnek, mert nem csak visszatáplál a hálózatba, de egy akkumulátorba elrakja az általunk megtermelt áramot. Viszont a képlet közel sem ennyire egyszerű, mint ahogy most összefoglaltam, úgyhogy a részleteket fogjuk átbeszélni. Iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, aztán kezdünk is! Vendégünk Robotka Tamás, a Tiszta Energiák munkatársa. Vele fogunk beszélgetni arról, hogy pontosan mire számíthat az, aki most belevág ebbe a programba. Kérlek, tisztázzuk még az elején, hogy a Napenergia Plus által támogatott napelemes rendszerek, vagy ezek a hibrid rendszerek, miben különböznek azoktól a rendszerektől, amelyeket korábban dotált az állam valamilyen formában? Korábban hálózatra visszatápláló napelemes rendszerek voltak az elterjedtek. Itt igazából a hibridnél csak az a különbség, hogy nem csak az van, hogy ellátjuk a házat villamos energiával, és utána visszatáplálunk a hálózatra, hanem a kettő közé bekerül egy akkumulátoros rendszer. Tehát itt a hibridnél az elsődleges az az, hogy az épületben lévő fogyasztókat tápláljuk, utána az akkumulátorba, és csak végső esetben fogunk visszatáplálni a hálózat felé. Milyen teljesítményű rendszerekről beszélünk? A Napenergia Plus programban 4 vagy 5 kW-os invertert lehet pályázni, ehhez kapcsolódóan 20%-kal lehet túllépni ezt napelem oldalon, tehát ugye a 4-eshez 4,8 kW-peak lehet, az 5-öshöz durván 6 kW-peak, és az akkumulátor kapacitása az meg 10 kW-ra lehet. 8-10 kW-ra lehet, bocsánat. Nem olyan rég az egyik kollégád azt mondta nekem, hogy itthon átlagosan az emberek eddig ilyen 8-10 kW teljesítményű rendszereket telepítettek, akkor mire elég ez a 4-5 kilowatt? Nem nagyon kevés ez, most ha így laikusként ránézek? Eddig azért telepítettek 8-10 kilowattos rendszereket, mert ugye nagyon sokan átértek a fűtésre elektromosan, és ehhez ugye kellett már ez a nagy teljesítmény. Itt ebben a pályázatban itt inkább az a preferált, hogy az önfogyasztást növeljük. Tehát, hogy amit megtermelünk, azt el is fogyasszuk, és utána termeljünk ugye akkumulátorokba. Tehát ugye ez a program ez nem elsősorban azt dotálja, hogy térjünk át elektromos fűtésre, vagy hogy fűtsünk elektromosan. Értem. Viszont ez egy fontos kérdés, és szerintem sok emberben felmerül, főleg aki mobiltelefon meg laptopot használ többet akár az elmúlt évek során, hogy az akkumulátorok degradálódnak, romlik a kapacitásuk, időről időre kevesebb áramot tudnak felvenni és visszaadni. Mire számíthatunk ilyen fronton? Egyáltalán milyen technológiájú akkumulátorokat használnak ebben? Ezek lítium-vasfoszfát alapú akkumulátorok, és úgy van, hogy a legtöbb gyártónál 6000 ciklusra adnak azt hiszem 80%-os garanciát. Tehát itt, hogyha leosztod azt, hogyha te 365 nap, tehát egy évben minden egyes nap lemeríted az akkumulátorodat, akkor ezt a 6000-et, ha leosztod 365-tel, akkor az valahol 16,5 év, amire azt vállalják a gyártók, hogy 80%-ot még mindig fog tudni az akkumulátor. Tehát ez azért egy sokkal erősebb szám, mint mondjuk ami egy mobiltelefonnál ugye előfordul. Ez nagyon jól hangzik, és akkor itt ez hozza magával a következő kérdést, hogyha én nyerek ezen a pályázaton, és sikerül egy céggel leszerződnem és telepítetnem egy ilyenfajta hibrid rendszert, akkor ezt meddig vagyok köteles működtetni? Milyen vállalást teszek az állam felé a támogatásért cserébe? Úgy van, hogy van egy fenntartási időszak, ez 3 év. De itt igazából nincsen megszabva, hogy a fenntartási időszak az mit jelent. Tehát a legtöbb pályázatnál ott az szokott lenni, hogy nem adhatod el, nem cserélheted le, nem bővítheted. Itt csak annyi van, hogy 3 év fenntartási időszak az kötelező. De jól hangzik ez a bővítés, hogy 3 év után bővíthetek. Lehet egy ilyen rendszert bővíteni? Van értelme egy ilyen rendszert bővíteni? Mondjuk letelepítek még egy akkumulátort, és akkor nagyobb saját kapacitásomban? Igen, abszolút. Tehát ugye általában úgy van, hogy az 5 kWh-s aksikat, vagy az 5 kWh-s invertereket, azt lehet olyan 30 kWh-nyi akkumulátorig lehet párosítani. Tehát most, ha van 10 kWh-d, akkor amellé még bőven van kapacitásod, amit még mellé tudsz tenni. És már meglévő rendszeremet átalakíthatom ilyenre, vagy pedig, hogyha mondjuk én még beleestem az éves szaldó intézményébe, akkor jobban megéri az éves szaldóban maradni. Hát most a Napenergia Plus programról beszélünk, vagy a Napenergia Plusról beszélek, csak hogyha nekem szimpatikussá válik ez a Napenergia Plus program, hogy érdemes-e átállni. Nem tudsz. Tehát a Napenergia Plus programban azok, akinek már van napelemes rendszer, azok ki vannak zárva, tehát ők nem tudnak pályázni. De egyébként, hogyha te van egy szaldós rendszered, akkor addig, amíg szaldós rendszered van, addig nem igazán éri meg áttérni egy ilyen akkumulátoros rendszerre.
kivéve abban az esetben, hogyha túl sok az áramszünet, és emiatt szeretnél valamilyen biztonságot. Erre ki fogunk majd térni, hogy szünetmentes tárnak használható, mert ez egy nagyon érdekes kérdés, de előbb itt beszéltél egy kicsit a betáplálásról, tehát ez egy nem egy off-grid rendszer, hanem becsatlakozik a hálózatba, tehát hogy én már nem tudom elhasználni, amit megtermelek, már az akkumulátoromat is feltöltöttem, de szerencsés esetben még mindig süt a nap, és még mindig termel a rendszer. Mi történik ezzel az árammal? Akkor visszatáplálsz a hálózatra. És milyen konstrukcióban teszem ezt? Hát most a bruttó elszámolásnak a bevezetésével most úgy van, hogy amíg te vételezel ugye villamosenergiát, addig ugye 38 forintot fizetsz, addig, ami ugye van ez a korlát. Ez kilovattóránként. Igen, kilovattóránként, ez a rezsicsökkentett ár. A fölött ugye 70 forintért veszed, amikor meg visszatáplálsz, akkor pedig 5 forintért veszik meg tőled az áramszolgáltató. Érthető. És akkor tehát nem fogok tudni a betáplálással olyan úgymond jól járni, mint mondjuk az éves szaldós rendszernél. Eleme sokkal több energia marad nálam az akkumulátor révén. Végül is igen. Hát itt igazából itt a Napenergia Plus programban az önfogyasztás növelése ez a kulcs szó. Tehát az összes ilyen akkumulátoros rendszernél ugye akkor jársz igazán jól, hogyha nem táplálsz vissza a hálózat felé, mert ugye ott csak 5 forintért veszik meg tőled. Tehát ezért abba az irányba megyünk el, hogy ha van plusz energiád, akkor azt tárold le az akkumulátorodba, ha tudsz, akkor indíts valahogyan egy okos kapcsolóval egy villanybojlert, az fűtsd föl, mert akkor is, mert ugye te az önfogyasztásodat növeled, és nem kell eladnod 5 forintért az áramot. Értem, és hogyha mondjuk én még egy akkumulátort mondjuk egy villanyautó formájában leteszek a ház elé, azt is tökéletesen el tudom látni. Hát meg tudod csinálni azt is, hogy egy okos kapcsolóval elindítod az autónak a töltését. Tehát amennyiben termel. Amennyiben termel. Amennyiben termel, nem nekem kell kirohanni, bedugni, hanem... Hát meg lehet ezt csinálni, persze. Tökéletes. Persze. És hogyha már erről beszélünk, kinek ideális egy ilyen rendszer? Ugye az elején már pedzegetett, hogy ezzel azért fűteni nem nagyon fogunk. Vagy hát legalábbis nincs sok értelme. Tehát, hogy kinek ideális egy ilyen rendszer? Milyen az a nagyjából vázolt működési modell, vagy életvitel, amiben passzol egy ilyen napenergia pluszos rendszer? Körülbelül ez a 5-6 kW-os napelemes rendszer, ez egy olyan 15-18 ezer forintos havi villanyszámlát, azt tud fedezni. Tehát igazából mindenki, akinek ennyi a villanyszámlája, annak érdemes elindulni ebbe a programba. Értem. A legtöbb ember amúgy azt kérdezi, hogy kaphatok-e egy szünetmentes tápot ezzel a rendszerrel? Mert én is kerültem olyan helyzetbe, hogy elment az áram egy ilyen 4-5 órára 3 héttel ezelőtt pirisborosjönőn, viszont meg kellett volna melegíteni a gyereknek a vacsoráját. És azért felteszem, hogy egy ilyen akkumulátor egy hagyományos méretű mikrohullámos ütőt vígan elhajt másfél percig, meg aztán bőven. Igen, abszolút. Abszolút. Ugye itt különböző rendszerek vannak, amit ki lehet alakítani. Ugye vannak olyan hibrid inverterek, ami akkumulátoros üzemben, tehát ilyen szünetmentes tápként csak úgy tud működni, hogy egy fázison kiad neked 3 kW-ot. Azt mondjuk úgy, hogy egy ilyen védett fogyasztói kört kell ott kialakítani, amire rá tudod kötni konkrétan azokat a fogyasztókat, amit használni akarsz ilyenkor, amikor elmegy az áram. De vannak olyan megoldások is, ami gyakorlatilag ugyanúgy tud 3 fázison kiadni, egy ilyen 5 kW-os inverter, az körülbelül olyan 1,6 kW-nyi teljesítményt tud mind a 3 fázison. Értem. Azért ez elég jól hangzik. Beszéljünk egy kicsit a költségekről. Ugye a plakátokon, hát nyilván nem plakátolták ki, de amikor szembe jönnek a hirdetések, akkor azt látjuk, hogy az állam akár a 66%-át is állja ezeknek a rendszereknek a telepítésének is. Milyen költségekről beszélhetünk, és akár a tiszta energiáknál milyen opciókat használhat fel az, aki elnyeri a pályázatot és mondjuk szerződik? Úgy van, hogy a pályázat maximális költségvetés az 7,5 millió forint lehet, tehát hogyha valaki ezt az opciót választja, akkor ugye 2,5 millió forint az, amit ugye önerőként bele kell rakni, és 5 millió forint az, amit az állam ad támogatásként. De ugye ez a maximális. Nálunk egy átlagos rendszer, az úgy néz ki, hogy körülbelül olyan 1,8 millió forinttól indul, és 2,2-2,3 millió forint, amit ugye önerőként bele kell tenni. De ugye ez nagyon fontos, hogy ez csak az a fajta napelemes rendszer, amiben nincsen benne például egy hálózatbővítés. Mert ugye sokan vannak, akinek csak egy fázisa van, és akkor nekik ugye ki kell építetni a 3 fázist, mert ezek mind 3 fázisú rendszerek. Tudomásom szerint légkábelnél szerényebb költség, földkábelnél azért nagyobb költség.
de mondjuk én egyszeri pályázóként számíthatok arra, hogyha egy olyan rendszert választok, ami úgymond nem maxolja ki ezt a támogatást, hogy ezeket a járulékos költségeket is állambácsira tolom? Igen, például így van. Igen, tehát ez a pályázat ezt megengedi. Ha jól emlékszem, akkor nagyjából ilyen 600 000 forint körüli költséget, az bele lehet tenni így a pályázatba, aminek akkor ugye ilyenkor csak az egyharmadát kell nekünk fizetni, kétharmadát pedig ugye fizetik. Jól hangzik. És kérlek nyugtass meg, ez nem előfinanszírozás. Nem, ez mert nem ugye előfinanszírozás. Volt az építési... Otthonfelújítási támogatás. Igen, ott tudtam már, még mindig sokan futnak a pénzük után. Tehát akkor itt ilyenre nem kell számítani, hogy most nekem ki kell fizetnem ezt a 7,5 millió forintot, és állambácsi majd egyszer talán visszafizeti a támogatást, hogyha minden feltétel teljesül. Nem, itt abszolút nem így van. Itt igazából kétféle konstrukció van. Az egyik az, hogy az ügyfélnek kell kifizetni ugye az önerőt előre. Uh-huh. Ez az egyik. A másik az pedig az, hogy a napelemes kivitelezők, ők ugye bankgaranciával kérhetik le az államtól az önerőt. Hát én azt gondolom, hogy itt nagyon kevesen vannak magánszemélyként, akik ezt szeretnék előre megfinanszírozni, úgyhogy valószínűleg ez a bankgaranciás dolog, ez fog minden napelemes cégnél működni. Bár meg kell, hogy mondjam, hogy nekünk így vannak azért rossz tapasztalataink így a fizetéssel kapcsolatban, mert ugye az előző pályázat a 100%-os, ott igen. Ugye van olyan projektünk, amit tavaly májusban telepítettünk le, és a mai napig egy forintot nem láttunk még belőle. Igen, tehát hogy az előfinanszírozott cégek is, meg igen, a magánszemélyek is egyformán rosszul járhatnak, ha nem jól jön ki a lépés. Igen. Viszont, hogyha már járulékos költségekről beszélünk, itt például ugye a hálózatbővítés, a villanyórát modernizálnom kell a mérőeszközt? Hát ezt látni kell. Tehát van, akinél igen, van, akinél nem. Tehát, hogyha ez egy régi villanyóra, akkor igen, ott a környezetét azt meg kell csinálni. Értem. Igen. De ezt is el lehet számolni a pályázatban. Uh-huh. És akkor kötelező eleme a pályázatnak az akkumulátor, felteszem, ez nagyjából a legnagyobb költsége igen. Az egész műveletnek. Igen. És a hálózatban való visszatáplálást pedig megbeszéltük. Tehát műszaki szempontból úgy gondolom, hogy tiszta a kérdés. Ha valaki kedvet kapott, akkor a pályázásnak mi a pontos menete, és itt kérlek, akkor majd a határidőket is beszéljük át alaposan. Jó, a legfontosabb az, hogy január 15-én nyílik meg az előregisztrációs felület. Ehhez nem kell rendelkezni sem ajánlattal, sem választott kivitelezővel, igazából semmivel. Összvisz a személyigazolványra, a lakcímkártyára és az adókártyának a szkennelt változatára van szükség, meg a tulajdoni lapra. Ez ügyfélkapunál érhető, egy évben kettőt lehet ingyen tudtommal. Így van. Annyi, hogy nem a sima tulajdoni lapot kell lekérni, hanem a teljeset, és az kb. Olyan 3600 forintba kerül. És ugye a pályázati portálra be kell lépni, hogy január 15-én, ezt nem tudjuk, hogy mikor fog megnyílni, ugye ez 0 óra, 9 óra, 10, 11, bármi lehet, és ott fel kell tölteni igazából ezt az előregisztrációs kérelmet. Hogyha ez megvan, akkor utána ennek 15 napja van az államnak, hogy ezt elbírálja. Erről beszéltünk nem olyan rég, és azért ezzel kapcsolatban sok szakembernek vannak aggája, hogy ez 15 nap alatt végig fut, mert ez egy eszméletlen adminisztrációs teher. Igen. Igen, hát ezt meglátjuk, hogy mennyi idő lesz, de hogyha eltelik ez a 15 nap, akkor elméletileg mindenki, aki jogosult, azt megkapja az értesítést, hogy akkor ő rendben van, és utána kell választani kivitelezőt, és a kivitelezővel egyeztetni kell ugye a megfelelő műszaki tartalmat, és a kivitelezőnek kell majd feltölteni a szerződést. Ezzel az előregisztrációval az ember anyagi vállalást még nem tesz? Nem, semmit. Értem. Tehát ez nagyon fontos, hogyha valaki szerződni akar, és még mondjuk nincs meg az 1,7 kötőjel, 2,3 millió forintja, amiben nagyjából egy ilyen rendszer kerül, akkor megteheti. Viszont tudomásom szerint, hogyha nyer is a pályázaton, akkor nem kell azonnal kicsapni a pénzt, hanem van erre egy két éves limit. Így van, két év, igen. Tehát igazából az előregisztráció az semmivel nem jár. Tehát, hogy akit érdekel, hogy ő egyáltalán pályázhat, akkor ott érdemes szerintem megcsinálni ezt az előregisztrációt. És akkor kap, ha az ember minden feltételnek megfelel, akkor kap egy támogatói okiratot? Igen, de először még csak annyit kap, hogy oké, ő megfelel a feltételeknek, és ha szeretné ezt tovább csinálni, akkor szerződjön egy kivitelezővel, és akkor a kivitelező töltse fel a szerződést. Tehát még, hogyha azt mondják, hogy rendben van, te jogosult vagy, akkor is mondhatod azt, hogy mégse. Uh-huh. Jár valamiféle vállalással, hogyha visszalépek a két éves időtartam alatt? Erről tudunk valamit? Úgyhogy már van támogatói okiratod? Igen, igen. Hát én azt gondolom, hogy mindenkinek az életében vannak olyan nehézségek, amit, hogyha benyújt a pályázat kiírójának, akkor azt meg fogja érteni. Értem. És mi a helyzet a telepítők kapacitásával? Tehát tegyük fel, hogy sikeres az előregisztráció,
részt vehetek a programban, megkapom, leszerződök, megkapom a támogatói okiratot. Mit látsz te reálisnak, mondjuk egy tiszta energiák léptékű cégnél, hogy először bekapcsolják a hálózatba az én otthoni hibrid erőművemet? Ez egy nagyon jó kérdés, mert ez főként attól függ, hogy mikor fogják elbírálni ezt a pályázatot. Hogyha titelezzük fel, minden rendben van és zöld lámpát kapunk, akkor ugye be kell adnunk. Ja, ez nagyon fontos, ezt az előbb elfelejtettük mondani, hogy a szerződéssel együtt az igénybejelentést is be kell adni az ügyfélnek, és ugye onnantól már az áramszolgáltatónál van a labda, hogy mennyi idő alatt bírálja el ezt az igénybejelentést. Ez körülbelül egy hónapos idő volt régen, aztán amikor nagyon le voltak terhelve, akkor ez fölment egészen 3-6-8 hónapra is. Akkor kapják meg ugye az ügyfelek az MGT-t, a műszaki gazdasági tájékoztatót, és azután lehet telepíteni. Tehát ez igazából jó esetben, hogyha valaki szerződik, utána egy hónap múlva megkapja a műszaki gazdasági tájékoztatót, utána mi tudunk telepíteni, és gyakorlatilag viszonylag hamar, tehát szerintem 2-3 hónapon belül fönt lehet egy ilyen hibrid rendszer, de ez nagyon az elképzelt legjobb szkenárió. Értem, tehát hogy simán előfordulhat majd az, hogy valaki idén ezt megkapja, és majd csak 2025-ben kapcsolják be a rendszerbe. Hát igen, mert igazából ugye az a helyzet, hogy ha csak a 100%-os pályázatot nézzük, akkor ott nagyon sokan kb. 2 évet is várhattak. Értem. De ez ugye ez is fontos, hogy nem rajtunk múlt, hanem ugye a pályázat kiírója miatt, mert nem volt meg a felület, nem tudtuk feltölteni előleg számlákat, stb. Az adminisztráció az egy ilyen visszatérő eleme ennek a beszélgetésnek, és igen. Hogy látok olyan cégeket, akik hirdetik, hogy a teljes adminisztrációs terhet átvállalják, így például a hálózatbővítést, meg az igénybejelentést és hasonlókat is intéznek helyetted. Ez egy valid és megbízható megoldás? Tehát, hogy nyugodtan áthelyezhetem én ezt a szerződött telepítő cégre? Igazából én szerintem ez nagyon jó marketing fogás, amit így csinálnak, mert mivel egy céggel kell szerződnöd, ezért így is úgy is nekünk kell vállalni itt ebbe az adminisztrációt. Az meg, hogy a feltöltést azt megcsinálják, mi nem kérünk érte semmilyen díjat, tehát hogyha már valaki 1 forintot akár elkér, az is már ugye jóval drágább, mint amennyire akár mi megcsináljuk, vagy akár az ügyfél megcsinálja saját magának. Tehát mivel ugye csak 4 darab személyes okmányt kell feltölteni, az ügyfél kapunk keresztül, meg egy tulajdonlapot, ezért ez a pályázatnak, vagy az előregisztrációnak a feltöltése, ez nem egy olyan nagy kaland. Az utána lévő adminisztrációt meg már természetesen ugye nekünk kell csinálni. Értem. És ugye előbb ezt akartam kérdezni, hogy a fizetés, de hát az önerőnek a kifizetése, az pedig akkor történik, amikor a rendszert bekapcsolják a hálózatba. Általában igen. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy hova fog kifutni ez a pályázat, hogy esetleg lesznek-e fennakadások a regisztrációnál, ezt amúgy ki fogjuk próbálni, mert én is szeretném megpályázni. Szóval, hogy lesznek-e fennakadások a feltöltésnél, a regisztrációnál, meg hogy általában ez a folyamat hogy zajlik végig, és bízom benne, hogy sokan ki fogják tudni ezt használni. Tamás, nagyon szépen köszönöm a segítséget, iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, és igyekszünk megosztani, hogy alakulnak a tapasztalataink ezzel a programmal, úgyhogy kövessetek minket a jövőben ilyen jellegű napelemes tartalmakért is.